25-én van Szent Kristófnak az ünnepe. Szent Kristóf az utazók védőszentje. Mit kell róla tudni? Nagyon szép története, legendája van Szent Kristófnak. Hagyomány úgy tartja, hogy azzal kereste a kenyerét, hogy a folyón vitte át az embereket, és egy alkalommal egy kisgyerek volt az, aki felkéretőzött a vállára, hogy átvigye a másik oldalra, és a folyó közepén azt érezte, hogy rajta világ terhe van, hogyan viszi át ezt a gyermeket, és amikor átért, akkor jött rá, hogy ez Jézus volt. És Szent Kristóf olyan szempontból is az úton lévők védőszentje, hogy őriz bennünket a föld életünk útjain, meg az Isten felé vezető úton. Sok helyen a templom külsején is úgy örökítették meg Kristófot a kisgyermekkel, a gyermek Krisztussal, hogy az ott lévőknek egy kis útmutatást adjon, hogy a Szent Misére menet és a mindennapi élet útjain őriz bennünket Szent Kristóf, őriz bennünket a Jóisten. Hogy motorszentelés van autószenteléséhez, mint például a Nagykanizsán autószentelés. Nagyon szép, hogy amióta a Kresszből megtanultuk, hogy a közlekedés veszélyes üzem, itt is a Jóistennek a segítségét, oltalmát kérjük. És egyúttal ezek az alkalmak, amikor megáldjuk az úton lévőket, megáldjuk ezeket a járműveket, akkor lehetőség van arra, hogy elgondolkodjunk arra, hogy hogyan is kell nekünk közlekednünk, hogy nem csupán arról szól a mi útba indulásunk, hogy a legrövidebb idő alatt megérkezünk, hanem közben mi egy közösségi magatartást tanúsítunk, és hogy mindig az Isten kezében vagyunk. És ezért örülök annak, hogy ezen a kis településen, Kistolmácson is megemlékeznek az elhunyt motorosokról, és minden évben gondjuk van arra, hogy ezt a szentmisét megtartsuk, és imádkozzunk azért, hogy a Jóisten védjen bennünket, amikor közlekedünk. Igyekszünk minden éven, igen, a halott motorosokra minden éven meg szeretnénk emlékezni, és különböző egyesületek emlékeznek meg az ország szertágazó részein, és a szenteléseken pedig máshol is részt veszünk, például Solvadkerttől kezdve, itt a helyiben, Nagykanizsánt, itt Kistolmácson is, hogyha van, úgyhogy mindig eljövünk ilyen eseményekre, hogy megemlékezzünk a motorosok barátainkról, ismerőseinkről, elhunyt szeretteinkről, társainkról, stb. Ennek ez fontos, hogy azért ezt mindig élve tartsuk, és a kopjafákon is, hogy márhol megyünk az országba. És az, hogy megszentelik a motorokat, megáldják, ez szintén fontos részét képezi az önök értékrendjének? Hát igen, a hovatartozásunk miatt, a kereszténységünk miatt, a keresztény neveltetésünk miatt, szóval, hogy mondjam, igen, ez a legünknek is fontos az, hogy úgy kerjünk útra, hogy meg vagyunk állva, és tudjuk azt, hogy a Jóisten vigyázzánk, vagy valakik vigyáznak ránk oda fentről, és kísérik utunkat mindig.